Ebben a videóban Szent Lászlóról és Könyves Kálmáról fogunk beszélni, az ő országukról, belpolitikájukról, külpolitikájukról. Nézzük először gyorsan Szent Lászlót, hogy mit kell róla tudni. Ez a kép Szent Lászlónak a hermája, ami az érdekessége, hogy ez nem más, mint egy ilyen koponya csont tartó tároló. Ebben van Szent László egy koponya csontja. Itt látható róla egy krónikabeli kép, ahogy uralkodik országunk felett. Hogyha egy kicsit komplexebben akarjuk vizsgálni a kérdést, akkor ugye Szent Lászlóról tudjuk, vagy első Lászlóról, hogy Árpádházi királyaink egyike. Nem megyünk vissza az időben, hiszen tudjátok, hogy a trónon kiket követett. Most azonban rápillantunk, tehát róla van szó, aki 1077-től 1095-ig ült Magyarország élén, és ugye őt a kormányzásban testvére, első Géza előzte meg. Itt a trónutódlásnál van a magyaródi csata köré fonódott monda, de erre most nem térünk ki részletesen. Jó, tehát Árpádházi uralkodó, aki 1077-től 1095-ig uralkodik. Mi az, ami az ő uralkodását jellemzi? És mi az, ami a belpolitikai életet meghatározza ebben a korszakban? Azt mondhatjuk, hogy egy nagyon szigorú uralkodóval van dolgunk, szigorú törvényeket hozott nem is véletlenül, hiszen ebben az időszakban, illetve ahogy ő megkapta a kishazánk trónját, eléggé elharapúctak a a problémák, gyakori volt a lopás és a kóborlás az országban. Ezeket próbált a szigorú törvényekkel visszaszorítani. A lopások ellen lépett föl talán a leghatározottabban. Ugye még első Szent István idejében egy lopásért, vagy egy, tehát a lopásokért mondjuk egy-egy tinót kellett csak beszolgáltatni. Szent László nem általott azt a törvényt hozni, hogyha valaki egy tyúknál nagyobb értékű valami tulajdonít el valakitől, akkor azért halállal lakoljon. Ezért tartják, hogy szigorúak a törvényei. A kóborlások ellen szintén elég markásan lépett föl, megtiltotta a kóborlást. Azt szokták mondani erre a korszakra, hogy Többé nem voltak szabadok az emberek. Az, aki kóborolt az országban, tehát nem letelepedett életmódot folytatott, vagy nem egy helyen élt, az tulajdonképpen új földterületet kapott, illetve az lett számára kijelölve, új földbirtokoshoz tartozott ettől kezdve. Törvénynapokat is tartottak, pont a törvényesség betartása miatt. Ezeket a törvénynapokat Székesfehérváron tartották meg évente egyszer hogy a peres ügyek kapcsán a köznépnek beleszólása lehessen azok alakulásában, hogyha a bírói ítélet alakulásába, hogyha a bírói ítélettel nem értett valaki egyet, akkor a király elé járulhatott ezeken a törvénynapokon, és akkor a király orvosolta a vitás kérdéseket. A törvénynapokat egyébként Székesfehérváron tartották, nem is véletlenül, Ebben a korszakban Székesfehérvár nagyon jelentős várossá nőtte ki magát, és tulajdonképpen királyi székhelyként funkcionál. Nem csak a belpolitikát korlátozta szigorú törvényekkel Szent László, hanem az egyházat erősítő törvényei is szigorúak és következetesek voltak. Például előírta a kötelező templomba járást. Aki nem ment templomba, azt jól elalja bugyálták. a késlekedése miatt, Elmondta azt is illetve törvényben rögzítette, hogy vasárnap és egyéb szabad napokon nem szabad tilos a munka és a pogányokat is nagyon szigorúan büntette, vagy akár azokat is, akik a bőjtölést nem tartották be szigorúan. És ahhoz, hogy az egyház gördülékenyen működjön, és a hitélet flottul menjen az országba, egyházi iskolákat hozott létre. Nagyon fontosak is az ő nevéhez fűződnek. Az isteni ítéletek. Az egyik ilyen elhíresült isteni ítélet a tüzes vas próba, még a másik a vizes próba. A tüzes vas próbáról itt látható egy kép, és talán mindenki számára ismeretes, hogy úgy próbálták meg eldönteni valakinek a bűnösségét vagy ártatlanságát, hogy egy felhevített tüzes vasdarabot tettek a kezébe. Miután azt tartott egy ideig a kezét bekötötték, lepecsételték, hogy gyógyfüvekkel ne tudja azt gyógyítani. Egy pár nap múlva, amikor levették róla a kötést, akkor ha gyógyulni kezdett a seb, akkor az az ártatlanságát bizonyította valakinek, ám ha gennyezett, akkor bűnösnek ítéltetett. A vízes próba ennél talán még kegyetlenebb volt, ugyanis megkötötték az emberek kezét és lábát, és úgy eresztették vízre azokat, akiknek nem tudták eldönteni az ártatlanságát, és azt szokták mondani, innen ered a, a, mondás, hogy még a víz is kiveti a bűnös, tehát hogyha valaki bűnös volt, akkor azt kivetette magából a víz, ha ártatlan, akkor azonban a vízbe süllyedt, tehát szegény pára így is úgy is halállal lakolt az el nem követett, vagy elkövetett tettéért. Az egyházat erősíti törvények mellett azzal próbálta e, még az egyházpolitikát e, megerősíteni e, László, hogy e, szenté avattatott e, É, mégpedig nem is akárkiket, hanem az ő idejére datálható Szent István, azaz István királyunk szenté avatása. E köré is fűződik ugye egy történet, hogy Istvánt újra temetésekor, illetve István koporsóját újra temetésekor felnyitották. Akkor azt írták róla, meg az olvasott, hogy nagyon finom illatok csapták meg a koporsót felnyitók orrát. Hát ezt azért megkérdőjelezném. Ami viszont nem megkérdőjelezhető, hogy éppen találták István jobb kezét, ugye ez ma is a Szent István bazilikában található a király jobb. Ugyancsak Szenté avatták István korán elhunyt fiát, Szent Imrét, valamint Szent Gellért, azaz Gellért püspök, és ekkor kapta meg az egyházi szentséget. Első László nem csak belpolitikai, hanem külpolitikai téren is sokat tett hazánkban. Lova királyként szokták őt nevezni. Ezt indokolja már erős fizikuma is, és bátorsága is. Számos hadjáratban ő maga is részt vett, és kitűnt ott a többiek között bátorságával. Az ország védelme érdekében a kunokkal kellett elsősorban megvívnia, ehhez is tartozik egy történet, hogy a kunok menekülés közben elfogtak egy magyar leányzót. Szent László természetesen hősként a lány védelmére kelt, utána vágtatott, és azt mondta a lánynak, akit a kun lovas lován vitt, hogy ráncsa le a lóról, és majd ő megbírkózik vele a lány, így is tetővénél fogva a földre rántotta a vele száguldó kun vitészt, Szent László pedig jól ellátta a kun férfi baját nem csak a kunokkal bánt ilyen kegyetlenül, illetve keményen a mi László királyunk, hanem Horvátország elfoglalása is a nevéhez fűződik. Itt láthatjátok Kun László hadjáratait, Morva és Lengyel területekre is vezetett hadjáratot, illetve Horvátországot is elfoglalta. Ez a foglalás majd Kálmánnál fog kiteljesedni, könyves Kálmánnal Dalmácia kapcsán, de ez is nagy előrelépés a horvát terület elfoglalása. A következő uralkodó, akiről, beszél, akiről beszélnünk kell, az Könyves Kálmán, hogyha visszalapozunk az Árpádházi ábrára, ugye Könyves Kálmán egészen pontosan László testvérének a fia. Az egyik fia a másik ugyanis álmos. Szent László még életében arról rendelkezett, hogy álmoszt szeretné maga után királyként látni Magyarország trónján. Ennek dacára Kálmán került 1095-be a trónra. Elég rossz indulatú plegykák övezik az ő uralkodását, ugyanis azt szokták mondani, hogy könyves Kálmán nem volt uralkodásra termet, pláne Lászlóval összehasonlítva, László daliás férfias jelenség volt, könyves Kálmáról azt tartják a rossz indulatú plegykák, hogy púpos, gyenge csenevés test testalkatú dadogós figurája volt a magyar történelemnek. Ennek ellenére nagyon jó uralkodó volt. A könyves jelzőt azért kapta, mert papnak készült, és a korszakban talán egyedülálló ismeretanyaggal rendelkezett. Ezért a jelző a neve előtt. 1095-től 1116-ig uralkodik, és nézzük meg gyorsan, hogy milyen tettei vannak. A belpolitikát ő is próbálta a Lászlói vonalon továbbvinni, Vámfizetést vezetett be, kicsit enyhítette a lopástért járó büntetéseket. Ő már nem tyúk mércéjével Miért? hanem szarvasmarhát, tehát aki szarvasmarha értékénél nagyobbat lopott, azt vonták kérdőre és büntetőre a bírák, és megpróbálta elfolytani az országban lévő belvisszájokat is. Itt elsősorban egy belvisszájra gondolunk, ugyanis Álmos nem törődött bele, tehát könyves Kálmán testvére, hogy nem az övé a magyar trón, és próbált úton útfélen keresztbe tenni Kálmánnak és megszerezni a királyi koronát, ezért Kálmán nem túl humánus módon álmost is, és annak fiát Bélát is megvakítatta. Ezt láthatjátok itt a, a képen, ahol álmost is Bélát vakítják, a kicsit púpos Kálmánunknak köszönhetően. Könyves Kálmán külpolitikájáról is essék pár szó, bár már ugye beszéltünk róla, hogy nagyon fontos, hogy elfoglalja, ezt a területet, Dalmáciát, és ezzel Magyarország kikötőkhöz jut, ami ugye a kereskedelem fellendülését fogja idővel előidézni. Jó, nézzük meg gyorsan, akkor összefoglalva, amit a két Árpádházi királyról, Szent Lászlóról és Kálmáról tudnotok kell. Ugye Szent Lászlóról elmondtuk a lopások, illetve a belpolitika szigorú leszabályozását törvényekkel, elsősorban a lopások ellen és a kóborlások ellen emelte föl a hangját. Egyházat erősítő törvényei is voltak szenté avattatott, és külpolitikájára pedig az jellemző, hogy ő magát lova királyként tartjuk számon, hőség, hősiessége miatt. Ugye a kunokkal vette fel a harcot, és Horvátországot szerezte meg. A trónutódlásban őt, könyves Kálmán, aki ugye papnak készült, követte 1095-től 1116-ig, aki szintén a lopások és a belviszályok ellen lépett föl, valamint megszerezte Dalmáciát, és ezzel kikötőket juttatott Magyarországnak.